Hát én azt gondolom, hogy nekem az egyik legnehezebb dolgom itt, mert valami olyasmit szeretnék bemutatni, ami visszahúz minket a földre. Tehát azt, hogy szeretnék segíteni, vagyis segítsenek nekem, és üzenem a Pázmány Péter Egyetemnek, üzenem az előttem elhangzó előadóknak és a kedves hallgatóságnak, hogy furcsa dolgokat fogok mondani, és először hadd mutatkossam be akkor a saját történetemet. Valamikor a rendszerváltás előtt kezdett az én munkám, én vegyész vagyok, hogy kerülök ide, azt majd bemutatom, és megéltem azt, hogy Magyarország gazdasága elveszti a KGST piacot, és az egész felborul, rendszerváltás következik. Hát egy elég nehéz korszak előtt álltunk, hiszen óriási adósság, óriási problémák. A magyar gazdaság valamilyen módon mégiscsak felállt 1998-2000-re, újra struktúrálódott, újra volt munka, újra volt kenyér, elkezdhettünk megint egy kicsit jobban élni, majd azután megint egy gazdasági válságban torkolunk és tartunk itt, és itt csatlakozom valamilyen módon, én magam vállalkozóként valamilyen terméket gyártok, el tudunk adni sok terméket, megélem a magyar piacnak a gyakorlati összeomlását, és 2002-ben elkezdek építkezni. Majd a saját építkezésemkor találok otthon egy római erődöt, így kerülök én ebbe a programba, és az előbb megszólított Mráv Zsolt, aki ugye a Magyar Nemzeti Múzeum római koros régésze, ő az, aki kiássa a Magyar Nemzeti Múzeum ásatási területén a Dunakeszi késő római kikötő erődöt, a szeuzokincsekről ki nem hallott, a háborús ok az nálunk keresendő, mert amikor ezt Valentinianus császár parancsára építik ezt a kikötő erődöt, vagy erőt párost a Duna mindkét oldalán, azért, hogy a mai Göt-Bócsúi telepen építsenek egy óriási római légiós erődöt, a legnagyobbat a Barbarikumban, és ezen építés miatt kerülnek háborúba a barbárokkal, amikor is 374-ben egy nagy kvád szarmata betörés éri Pannóniát, és akkorássá kell ezeket a kincseket. Ez a mi történetünk, de lépjünk ezen tovább. Itt találkozom dr. Visi Zsolt professzorral, nem mellékesen Mezős Tamás urat ismeri az előttem, ismerjen. Ő a műemléki szakmérnök, aki áttervezteti a házamat, ma már egy Magyar Nemzeti Múzeummal állandó közös kiállítás van, 28 méter romfal, meg egy 5x5-ös saroktorony, és hát idegen vezetek, olyan 35 ezer látogatónk volt a 3-4 éve, amióta itt egy kiállítás létezik, és elkezdek menedzselni egy világörökséget, ami Visi Zsolt professzornak, ugye a Pécsi Egyetemnek, az ókor tanszékének a vezetője, és az ő álma volt az, hogy a Dunamente, a Limesznek a magyarországi szakasza váljon világörökségé, és hát erre dr. Visi Zsolt, meg jó magam, megalapítottuk a Magyar Limes Szövetséget, aminek alapvetően az volt a feladata, hogy ezt a világörökségi nevezést segítse. Hangsúlyozom nekem, hogy egy hobbim volt ez, de hát látom, hogy a hobbi hova terkelik, hogy amikor én szeretnék előadni a gyerekeimnek, a látogatóknak, amiből volt és van szép számmal, hiszen jövő szombaton is jönnek, vagy 50-en, és 2-3 órát tudok mesélni arról, hogy is mi is történt az ókorban, akkor valakinek ki kell fizetni ennek a fűtés számláját. A magukét ki fizeti ki? Hát saját maguknak kell, a saját keresetükből, és itt kezdődnek azok a problémák, amikor magának a Magyar Limes Szövetségnek és ennek a világörökségi programnak, ami nem egy vízió, mert 2011. decemberében bemutatja a nevezést az erőforrás miniszter, ott van a táskámban a DVD-n, nem publikus, de természetesen mivel ebből dolgozunk, megvan. Mire való ez? Mit tudnak kezdeni azok a régész hallgatók, akiket az egyetem régészként képez? Hát el kell, hogy szomorítsam őket, Magyarországon semmit. Magyar Nemzeti Múzeumban másfél régészeti állás van, a Mráv Zsolton kívül főállásban nincs más régész. Hogy miért? A Csorba László igazgató úr, nagyon sokat beszélgettem, azért, mert nincs rá pénz. Azért, mert a gazdaság nem termel, és ha nem termel a gazdaság, akkor nincs kinek bemutatni. Nem tudunk mit csinálni, mert a fűtésszámlánk, és már bocsánat, a napi életünk, vagy a gyerekeink megélhetése sokkal fontosabb, mint a kultúra. Egy gazdag társadalom engedheti meg magának, hogy azt ápoljuk. Mi a megoldás? Hát az a megoldás, hogyha vannak olyan dolgok Magyarországon, és nagyon sok csodát láttunk, és én is hoztam majd egy jó pár diaképet, hogy nem csak Esztergom és környéke csodálatos, hanem az egész Dunamente csodálatos. Ugye a víz jelenléte miatt az ókor, az őskor óta lakott a Dunamente, a folyók mente, a tengerpartok.
szállítás. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy az ókorban egy szekéren Theodosius császár leírataiban található az meg, hogy a legnagyobb szállító szekéren összesen 500 kg-nyi, egy kispolszki mennyiségű árut lehetett elvinni, míg a legkisebb folyami gáján 16 ezret, azaz 16 tonnát. Amikor Augustus császár kitalálja azt, hogy egy obeliszket hozzanak át Egyiptomból, az obeliszk az olyan méretű, hogy a hajónak a ballasztja csak 800 tonna, valamilyen gabona lehetett, és még maga az obeliszk az 500 tonna súlyú. Josephus Flavius, az ókori történetíró és hadvezér, egy zsidó ember volt, leírja azt, hogy egy 600 magával lévő tengerjáró hajó jött át. Nem azt írta le, hogy a legnagyobb, és akkor a középkorban vannak 40-50 fős hajók. Tehát milyen birodalmi élet folyt itt, milyen kultúra volt, 100.000 kilométer úthálózat, és hogy tudjuk ezt, a Visi professzor úr álmát, hogy tudjuk gazdaságilag profitot termelővé tenni, valamiért elment a mikrofon, profitot termelővé tenni, azért, hogy a kultúrából kereshessünk pénzt, és akkor újra van esélye annak a kultúrának, hogy virágozhassék. Ez az elv, és ezt az elvet jelentettük meg a munkánkban, és ez a munka ez olyan színvonalra emelkedett, hogy a tavaly év folyán 2013. január 14-én az Erőforrás Minisztérium kinevezte a Magyar Limes Szövetséget ennek a Duna programnak a projektgazdájának. Ez az egyik bizonyítéka annak, hogy ezt a magyar kormány beszeretné adni, és nagyon érdekes, mert ez a nevezés, ez az UNESCO történetének az egyik legnagyobb nevezése. Ki nem hallott Pannonhalmáról? Tudják-e azt, hogy a Pannonhalma, ami egy alapvetően magyar szakrális érték, tehát van nemzetközi, alapvetően a keresztény kapcsolaton keresztül, de alapvetően egy magyar emlék, a világörökségének válásának pillanatától ez 86-ban történt. Egy éven belül 130 ezerrel nőtt a turizmus száma. Tudják, mennyi pénzt kerestek belőle? Semennyit. Miért nem tudtak bele pénzt keresni? Nem volt turisztikai termékük. Nem készültek fel annak a fogadására. Tehát finanszírozni kell valamiből, a turistáknak eladható terméket kell csinálni, és hogy kell ezt megcsinálni? Mi ez a lehetőség, ami a hétköznapunkban anyagi haszonnal jár, ami megélhetést, ami újra helyzetbe hozza a kultúrát, a tudományt, az oktatást? Azt, ez egy olyan lehetőség Magyarországa, amit meg kell, hogy fogjunk, és erről szeretnék én önöknek beszélni, csak amikor a Mezős Tamással beszéltem, ugye a Műszaki Egyetemnek egy műemléki szakmérnök, akkor azt mondta, hogy Atikám, tezékező viszonyban vagyunk, én nem hagyom, hogy a Disneylandet csinálj a Limesből. Ugye, látásmódok, ő az, aki az IZEUM-nak valamilyen perspektívában könnyű szerkezettel a bemutatását elkészítette, és meg is valósult, nagyon sok milliárd forintba került, na most turista az nincsen. Miért nincsen? Mert nem illesztették be a kutatók álmait egy turisztikai koncepcióba, és nem ott építkeztünk, ahol kell, ahol lehet, és ebből szeretnék valamit bemutatni, és tulajdonképpen az én eladásom azért is jöttem el ma nagyon szívesen, mert szeretném, hogyha Esztergomot teljesen más szinten be tudnánk integrálni ebbe a programba. Esztergomot valamilyen szinten beintegráltuk, hiszen a közös Dunamenti programunkban benne van, és egyik kiemelkedő helyszíne, de nem látok egy olyan kört, mint amit most itt megtekinthetek, aki segíthet abban, hogy ezt a helyszínt, ami egy kb. 10-12 kiemelkedő helyszínből álló magterületeket jelentünk meg egy turisztikai koncepcióban. Ezt a turisztikai koncepciót tőlünk a miniszterelnökség kérte, és a gazdasági minisztérium a forráselosztási célból. Tehát ha forráshoz szeretne jutni a település, azoknak a megvalósítására, amiről beszéltünk, ahhoz mi segíthetünk. Tudják, hogy mit mondott erre az NGM? Mert természetesen előzetes normakontroll volt. Az NGM új turisztikai államtitkárához én hétfőn fogom bevinni, akkor beszéljük meg, hogy mikor találkozunk, hogy nincs benne megadva forintálisan, hogy mit szeretnénk csinálni. Azért nincs megadva, mert Esztergom, mert Pannonhalma, mert Győr, mert Budapest nem dolgozik velünk egyelőre, és nem adja meg azt, hogy mit szeretnének fejleszteni. Tehát az a feladatunk most, hogy olyan kapcsolatot teremthessünk önökkel, hogy álmodjunk közösen, úgy álmodjunk közösen, hogy illesszük be magunkat egy Dunamenti programba, mert hogy egyedül megy, egyedül nem megy. Van turistájuk? Hát nagyon kevés, a csartárhajók egy része, nagyon kis része megáll. Tulajdonképpen semmit nem kell, mert fölrohannak a bazilikába, ott sem kell fizetni, ha jól tudom, és utána visszamennek, és elhajóznak.
Tudják, hogy Budapest hasonló problémákkal küzdik, ugye 196 hajó jár a Dunán, minden nap láthatják. Azon közel 300.000 turista, ezek nagyon gazdag turisták, iszonyú drága egy Amsterdam, Budapest, vagy mondjuk Bukarest hajóút, hogy itt vagyomba kerül, több, mondjuk 6-7000 dollárba. Tehát ez egy nagyon gazdag vásárlóközönség. Milyen jó lenne, ha itt is megállna, és turisztikai termékekkel lenne módjuk arra, hogy ezt a sok-sok szépséget megismertessék, ebből bevételt szerezzenek, és fejleszthessék, vagy csak megőrizhessék azt. Azt, hogy milyenekről van szó, nem kell megmutatni, hiszen alapvetően ugye itt építkezve a kultúránk hihetetlen mértékű. A héten én előadást tartottam erről, és egy vállalkozói közönséget szólítunk meg, mert már ott tartunk, Komáromban, Győrben és Mosonmagyaróváron, nem csak azért, mert ott ezeket a helyszíneket szeretnénk megfogni, ezek olyan nagyobb centrumok, az idejövő turista megszállhat, étkezhet, és nagyon sok olyan látványosságot láthat. Tehát, hogyha vannak a sziget közben attrakciók Pannonhalmán, akkor hosszabb maradásra tudjuk őket késztetni, és mondjuk az ilyen hoteleket megtölthetik. Ha nincs attrakció, akkor nincs miért idejönni, és van nagyon sok pozitív és negatív példánk. Itt Ifjú Györgynek, mert hogy itt ismert valamennyien nevője, egy turisztikai szakértő, és a Dunának talán a legnagyobb ismerője Magyarországon, mint idegenvezető, szedte össze és segített nekem egy előadáson, hogy mennyi szépség van a környezetünkben, alapvetően a Dunán és környékén. Természetesen ezek mind-mind csatolhatók ehhez. Szeretnék most az elejétről indulni, és egy kicsit lelombozni önöket, azért, hogy lássák azt, hogy hogy is nézünk, mi a magyar valóság, és mik a lehetőségeink. A turizmusnak a helyzete, a gazdaságnak a helyzetét azt abban kell ecsetelnem, hogy mint 2000-ben, ha egy kördiagramon ábrázoljuk a magyar gazdaságot, akkor úgy néz ki, hogy 30% a multinacionális cégek, Suzuki, Audi, Opel akkor, a nagyobb gyártókat említve, és az ennek a beszállítókörre, és a 70% a honos, papíripar, cukoripar, gépipar, mindaz, ami a rendszerváltás óta volt olyan gazdasági színvonalú, hogy megmaradhatott, és stratégiai ágazatként 70%-ban Magyarországon termelt, kül- és alap- és belpiacra. Most el kell szomorítsam önöket, mert az utóbbi 10-15 évben ennek a 70%-nak eltűnt a 90%-a. Tehát kvázi a magyar gazdaság, a honos gazdaságnak, a rendszerváltás óta lévő gazdaságnak eltűnt a nagy része. Ezért van Magyarországon gazdaságválság, ezért van probléma, ezért nincs pénz, és ezért vannak csak Európai Uniós források, más országban vannak hazaiak, de nincs, mert nincs az a gazdaság, ami megtermelje őket. Mi most csak a turizmusról foglalkozunk, azért foglalkozunk csak avval, mert tudni kell, hogyha önök bármilyen tevékenységet végeznek, a sokkal könnyebb elveszteni, egy óriási, hát fél milliárddal rakunk az Európai Unióba, ezt azért tudják, mint visszaszerezni. Nem sok, tehát azok az iparágak, amik tönkrementek, nem sok lehetőségük van, hogy 20, 50 vagy 100 éven belül újra felálljanak. Magukat érdekli, hogy mi lesz 100 év múlva a saját életükben? Engem annyira nem, persze fontos a gyerekeim miatt, tehát én akkor már biztos, hogy nem fogok élni. Tehát nekem jó lenne, hogyha egy picit jobban most élhetnék, nem mondjuk 100 év múlva. Maradjunk a turizmusnál, mert Magyarországon, mint látták, mint Esztergomba és környékén, hihetetlen mennyiségű látnivaló van, Ausztriában is viszonylag sok van, csak ők ezt el tudják adni. És mert el tudják adni, meg Németországban, így tudnak olyanokat építeni, mint Santen vagy Carnuntum, amivel a kultúra bemutatásával még több pénzt tudnak keresni, és a gazdaságuk még erősebb lehet. Magyarországon úgy néz ki a turizmus, hogy Budapest. Budapest meg Budapest, ez a 70% és környéke. Tehát nagyon koncentrált. Ugye a Turizmus ZRT reklámjaiban megjelenik még a Balaton is, de hát igazán is rettentően szezonális, tehát nincs jelentősége a magyar turizmus szempontjából. Maga a Duna Limes program ezeken tud nagyságrendeket változtatni, és még megmondom, hogy miért. Minden tervezni kell. Mint ahogy az egyetemen is egy tudatos munkával fölépítettek egy tanszéket, és nagyon jó gyakorlati képzés van, hasonló módon kell felépíteni a turizmust is, valamilyen stratégia alapján. Ezt a stratégiát alkottuk meg, össze kell kapcsolni a kínálati elemeket. Ugye elmondtam azt, hogy a folyamok mentén a kultúra
az milyen erősen lehetett, vagy van jelen, és hát ez adja magát, hogy Magyarországon egy turisztikai, tematikus útvonal létrehozható a római örökségtől teljesen függetlenül is a Duna mentén, hiszen az előző előadók ebből adtak egy szinte csak esztergomi, de hihetetlen erős szeletet. Ugye megvan, hogy összekapcsoljuk hol, és a legalkalmasabb helyszín is megvan, és hogy ezt kihasználja ki ma Magyarországon turisztikailag? Azok a charterhajók, amikről beszéltem, amik Budapestet elkezdtem mondani, de a tavalyi árbevételek azt mondom, 14 milliárd forint volt, úgyhogy nem csinálunk érte semmit. És ez alapvetően a kikötői, ugye 100.000 forint körül van egy-egy ilyen hajónak a kikötői díja. És azt is mindig hozzá kell tennem, hogy ez nem a mi vásárlóerőnk. Rendkívül kötött piac. Gondolják el, hogy Amsterdamból jön egy hajó ide hozzánk, és megy tovább. Gyakorlatilag ide befejezett, akkor a kabinja szempontja, az ő szempontjából európai városok, országok úsznak el, és ennek alapján ennek a korosztálya is körülbelül a nyugdíjas korosztály, és hát természetesen mivel ők választanak a szállítók közé, nagyon lenyomják az árakat, vagy mint itt Esztergomban nem fizetnek egy petákot sem. Tehát ebből nem lehet megélni. Hogy lehet ezen változtatni? Hát na, ezt szeretnénk bemutatni. Szeretném, ugye a professzor asszony előttem elmondta, hogy milyen vonzerünk van. Tehát, hogyha ha Pannonhalmánál mondunk, mondjuk a Vatikán, vagy az Esztergomi Bazilika, van olyan vonzereje másnak, mint Magyarországon? Én azt gondolom, hogy a Vatikán vonzereje legalább akkora, mint ugye az Esztergomi Bazilikának, vagy mint Pannonhalmának. Nem akarom egyiket a másik el, és nem szeretnék senkit megsérteni, csak ha a turista a nemzetközi turizmus helyében egy turista szerepe Kanadába, Kínába lennének, melyiket választanak, melyiket választhatják? Kastélyaink. Van konkurenciájuk a világban? Hát tele van a világ gyönyörű kastélyokkal. Itt van közelünkben Komárom. Ott van egy óriási erőd. Hihetetlen háborús környezetben akár 100.000 katona is tudott volna állomáshozni. Hát tele vagyunk ilyen erődekkel. Erőd utakat szerveznek az ország, Európában. Az Esztergomi Bazilikához képest itt egy csomó más hasonló példát is hoztam. Vagy a Dunakanyar, hát csodálatos a magyar Dunakanyar, de hát a Loire völgye nem az, és Provence nem az. Budapest számomra a legszebb város a világon. Nemzetközi statisztikák szerint a harmadik, de hát Párizs nem az, vagy Róma. A borvidékeink ugyanilyen összehasonlításban, a nemzeti parkjaink, nagyon erősek vagyunk nemzeti parkokban. Mi az, ami minket ki tud emelni az elképesztő konkurencia közül? Ugye milyen a konkurencia? Elképesztő. Ha egy terméket választanak, bármi legyen az élelmiszer, hány versenyzője van, melyiket fogják választani? Hogy tudunk ebbe a piacba beszállni? Ezt szeretnénk megtenni. Hát az egyik az, hogy ezt összerakjuk. Hogy ezt miért nem rakták össze 40-50 éve, azt nem tudom, de ez adja magát a Duna mente. Mi kell hozzá? Marketing, pénz, mint ahogy a háborúhoz is. Hát ez ugye drága és lassú. Ugye abban az esetben, hogyha valami módon ezt ki szeretnénk emelni, fejlesztenünk kell, ehhez megint pénz kell, alkothatunk mondjuk Disneylandet. Direkt ott az előző képsőn ott volt maga a szakrális között is maga a Disneyland, ez egy teljesen újkori látványosság, tehát lehet ilyet alkotni, és hát óriási vásárlóereje van. Vagy pedig keresünk egy olyat, ami ezeket képes összefogni, és nekünk véletlenül van egy ilyen. A Duna mente 417 km hosszú, és ez a Limes szakasz, ez a világ egyik legnagyobb UNESCO bemenetelével, olyan turisztikai előnyhöz juttathatja Magyarországot, hogy beléptetheti a dunamenti turizmust a világpiaci konkurencia közé. Nem fogunk nyerni vele, de van esélyünk, hogy kiemelkedjünk, hiszen amit mondtam Pannonhalmára, hogy 130.000 látogató egy évben, olyan mélypontjuk volt, hogy tavaly a Bazilikában 82.000 jegyet adtak el. Tehát elvesztették, én mindig egy telefon reklám szoktam, hogy nem iPhone-nal, telefonnal, és nem a reklámája, de amikor az iPhone megjelenik, most jelent meg a 6-os, ez előzőből eladtak egy nap 6 millió darabot. Most ha 6 millió darabot úgy lehetett eladni, hogy van 8 millió raktárakban, le van fordítva a világ minden olyan nyelvére, ahol el akarják adni, van szerviz háttere, és minden más. Így kell a világörökségünket megalkotni, hogy abban a pillanatban, amikor ez körülbelül elkövetkezik, és már mindjárt bemutatom, mikor következik el, akkor legyen turisztikai termékünk, mert hogyha elmennek az Eiffel-toronyhoz, akkor ott is tudnak venni gumi Eiffel-toronyot fél euróért, meg 500-ért művészi munkát. És ebből, és akkor ha Párizsban már pedig Párizsban több napot kell tartózkodni, hogy ezt a sok szépséget, amit az ember is még alkotott, azt megnézhessünk, akkor már ott akarunk aludni, ott kell ennünk,
És minden meg szeretnék nézni, amitől fizetünk. Ugye, hogy terveznek egy áruházat? Hova teszik a játékboltot? Hát oda teszik a játékboltot, mindannyiunknak vannak gyerekei, így szokott végighúzni engem is. Ahogy végig kelljen járni a felnőttnek minden olyan vásárlóhelyiséget, ahol el tudnak nekem is, mint felnőttnek mindent adni, mert a gyerek az biztos, hogy a játékboltba elmegy, igaz? Tehát ennek is tudományosan meg kell ezt tervezni, ezt is tanítják az egyetemen, csak meg kell tanulnunk alkalmazni ezt. Hoztam ezekből példákat. Tehát ez a harmadik lehetőség, ami nem igazán az, ugye mi rákapcsoljuk a meglévő szakrális bármilyen turisztikai emlékeinket, köztük Esztergomot is, rákapcsoljuk erre a világörökségi nevezésre, hogyha Pannonhalmájára jött 130 ezer meg, a római birodalom a világon kiszámára ismeretlen. Tehát ennek a világörökségi jelölésnek mennyi lehet a hozadéka? Meg sem merjük becsülni, mert ezek csak falszámok lehetnek. Más példákkal látjuk, hogy ez millió szám, több százerben millióban mérhető. Mit csinálnának ma 1 millió turistával Esztergomotban? Nem tudják őket kiszolgálni, nincs elég szálláshelyük, nincs transferjük, tehát nincs átszállásuk, nincs semmink igazán hozzá, csak egy hihetetlen szép városunk, amihez föl kell építeni addig az emlékek bemutathassának a lehetőségét, hogy tudjunk is belőle majd pénzt keresni, reményünk szerint 3 éven belül. Szeretnénk azt bemutatni, hogy gyakorlatilag ma 2014-ben 1007 világörökségi helyszín létezik a világon, ez nem egy olyan nagy szám a világ méreteiben, és azt, hogy a római birodalom határszakaszát, azt hiszem kötőben 2014-ben Visip Zsolt professzor javaslatára egységesen kezeli az UNESCO, ugye Frontier of Roman Empire nevű világörökségi helyszín ez az egész, a Román Birodalomnak 5500 km volt körülbelül a határa, és ugye ehhez csatlakozhat minden olyan nemzetállam, ami garantálja ennek a fennmaradását, bizonyítani tudja az ottani helyszíneket. Ugye ennek ma 3 világörökségi helyszíne van, a Hadrianuszi fal, a Germáli mesz, amelyről ugye szó volt, hiszen Klántyán is annak a közelében van, és az Antonius fal, ez vált legkésőbb világörökségé, azt hiszem 2008-ban, és mi lehetünk az első folyami szakasz, ami mivel mint első folyami szakasz, ez egy komparatív előny is, hiszen a világbirodalom, római birodalom határában mi lehetünk az, aki elsőként bemutatja, hogy nézett ki egy folyami határvédelem. Ez magából a világörökségi munkát mutatja be. 2008 és 2011 között Magyarország a Visi professzor munkásságának eredményeként elnyerte a nevezés előállításához szükséges forrást, de mivel ezt elnyerte és megvalósította, ezért kötelező az beadnia is. Nem soroltak hozzá időt, de ez kötelező beadni, tehát azt, hogy be fogjuk adni, az biztos, csak azt, hogy mikor nem. Én csak azt mondhatom, hogy ez a magyar kormányzaton múlik az ő döntésén, azt is róla tudom önket tájékoztatni, hogy ez elkezdődött, de a kormány határozatot nem mi fogjuk meghozni, mi lobbizunk azért, sőt szeretnénk, ha önök is lobbiznának, mert van értelme, mert más színvonalra helyezheti a kultúrát, a turizmust és az életünket. És hát ezt a programot mutatott, ezen most végigszaladok, hogy milyen. És nagyon erős a lobby erőnk, és mivel alapvetően Pannonia provincia védte a Itáliát, ezért hihetetlen erős, és nagyon sok kulturális emlékünk maradt meg a római birodalomból is. Tehát ugye összehasonlításképpen Magyarországon az ókori Pannoniának a jelentős része itt van. Olyan kb. 40 településünk van a Duna mentén, és 4 légiós erődünk van, míg Hispániában, a mai Spanyolország, Portugália területén 400 római település volt, és nem volt összesen egy római légió. Tehát van mit bemutatnunk Rómaiban is. Ez pont az a házat mutatja, én ott a jobb oldalon lakom, ahol annak a déli szárnya van, tehát a római örökségelemeket mutatja be Magyarországon, hogy mik azok, amik megtekinthetők már most. Gyorsan menjünk tovább. Önmagában az országos területrendezési tervben emiatt egy új térkategória is született a LIMESZ miatt, hiszen látszik az, hogy a világörökségi helyszíneinknek a legnagyobbika lehet a LIMESZ, és ráadásul a Európa legnagyobb szállítási és közlekedési útvonaláról beszélünk, ami turisztikailag is a legerősebb, a charterhajózás miatt, és a legdinamikusabban fejlődik Európában, hiszen évi 10-15%-ot növekszik az ott lévő vásárlók. 196 hajójár, és tavaly novemberben talán Reims-be kihívták a Turizmus ZRT vezetőjét, Szilmevis Miklósnak, a regionális igazgatónak volt a tiszta, hogy a Delmén, és közölték, hogy 20-30%-os kapacitásbővítés lesz még a hajókban. Tehát óriási nagy terhelés vár mondjuk Budapestre is.
pár képet hoztam a világörökségekről, és majd itt a vonatkozást szeretném majd bemutatni. Ez pont a Szálburgi erőd, amit Vilmos császár építetett vissza. Tehát ez egy rekonstrukció. A Hadrianuszi fal azért lényeges, mert itt pontosan tudjuk a gazdasági példákat, és tudjuk azt, hogy hogy hasznosul ez a mai napon. Ugye ez 87-ben válik világörökségé, és gondolják el, hogy ez a Hadrianuszi fal, ez sem a középkorban, sem az újkorban semmilyen jelentőséggel nem bír a világörökségi nevezésig. Tehát a turistának azért nem lehet bemutatni, mert nem visz oda út, nincs víz, nincs áram, tehát nincs meg az a közműhálózat, ami lehetővé teszik, hogy ezt a világörökség, a brand megjelenések pillanatában eladják, értékesítsék. 15-20 évbe kerül, míg ezt kiépítik. Viszont utána 2010-re elérnek egy 1.200.000-es látogatószámot, és bizony körülbelül egy ilyen 110 milliárd forintos árbevételt a falnál. Na most, ha mi is turisták vagyunk, akkor nem csak egy desztinációban lévő egy helyszín nézünk meg, akármilyen híres legyen, ha már odautaztunk több száz, több ezer kilométert, akkor megnézzük a környéket is. Nagyon okosan az angolok átvezették, és a Hadrianuszi falhoz viszonylag közel lévő helyszíneket is bekapcsolták a Hadrianuszi falba, persze ezek nem rómaiak, és képzeljék el, úgy még kétszer ennyit, 230 milliárd forintot kerestek hozzá. Most ezt nem sok cég érdekelt ebben, csak 2000. Most ez 20 vagy 30 ezer munka, ezt nem tudom megmondani, de hát a turizmusnak óriási az élő munkaarány, egyik a legnagyobb az iparágak között. Tehát Magyarországnak egy biztos, hogy ez most az egyik legnagyobb gazdasági lehetőségéről beszélünk, mert hogy elmondtam, hogy a Duna mentén, és ezt önök is pontosan tudják, milyen sok látnivaló van, amit be tudunk mutatni. Ezt írom le. Egyetlen egy hiányt fogalmazunk meg. Én 4 éve foglalkozom ezzel. A Magyar Limes Szövetség egy olyan non-profit szervezet, amiben senki nem kap pénzt. Tehát mi ezért még, ezért a munkáért nem kaptunk egy forintot se soha, de egyetlen egy problémával közködünk, az az utolsó pirosba az érdektelenség. Az, hogy nagyon-nagyon nehezen tudjuk megszólítani az embereket és a vállalkozókat, és a lehetőség adott, tehát azt be tudjuk bizonyítani, és bebizonyítottuk, hogy a világörökség megjelenésében, hogy kb. 3 évre tehető, körülbelül 1 millióval több turistánk lesz, az egyik lehetőség, hogy nem foglalkozunk vele, jön 1 millió turista, mint hogy elment pont 330 ezer, megnézi, amit tud, nem fizet, mert nincs miért, és hazamegy. A másik az, hogy készülünk rá, ide jön az a ugyanannyi turista, fizet, és úgy megy haza, melyik a jobb? Hát teljesen természetes, hogy a második fizessen, de erre fel kell készülnünk, nem nekem, önöknek. Mert önök azok, akik itt élnek, ezek a turizmus fogalmazások feltétét önöknek kell kialakítani. Természetesen is tudunk segíteni, hogy milyen módon. Ez a 417 kilométer, itt leírom, akkor megemlítem, hogy már alkalmas arra, hogy a magyar turisztikát összekapcsoljuk, ne csak egyedi látnivalóért, főleg Budapesten jönnek ide, hanem 5-7, 10, 12, 14 napos programok alapján önálló célként is megjelenne a világ turisztikai térképén. Most nem jelenik meg. Ha Kanadában élnének, Brazíliában, az Egyesült Államokban, Kínában, Oroszországban, ezek a világ legnagyobb kiutaztatói. Önök ide jönnének egy napért? Több ezer kilométerről? Hát én nem jönnék. Ez lehetőséget biztosít, mert be lehet mutatni Esztergomot, Budapestet, Pannonhalmát, stb. Hiányzik infrastruktúránk? 15-20 év, mire Angliába kiépült. Van párhuzamos autópályánk? Egy M6, persze, hogy van. És van kisméretű, tehát alapközúthálózatunk? Hogyne lenne? Én is azon jöttem most ide. Kell áramot, energiát oda vezetni? Hát minden 6-8-15 kilométerben tele van településekkel. Tehát ott az energia, a csatorna, minden. Itt az a rész, hogy még mi minden van, ezen most gyorsan átszaladok. Tehát a lehetőségeink óriásiak, csak ki kell tudjuk használni. Hogy kell kihasználni egy turisztikai tervben, alapvetően mi a Gazdasági Minisztériummal együtt dolgozva, ugye ezt megvalósítottuk, hogy kellene együttműködnünk az egyetemmel, a turisztikaival, a régészetivel. Nagyon sok mindent oktatnak, de ha én régészhallgató lennék az egyetemen, milyen választásom van? Hát ha a Magyar Nemzeti Múzeumban van másfél régészeti hely, az összes többi múzeumban egy évben 5, akkor majd amikor nyugdíjba mennek, akkor oda mehetek dolgozni, vagy elmegyek külföldre. Azért képzünk, hogy külföldre menjünk, a mi adóforintunkból, tehát ez egy lehetőség arra, és ezért szeretnék az egyetemekkel is kapcsolatot képíteni, hogy olyan képzést valósítsunk meg, amit például ebben a turisztikai hasznosságban tudunk hasznosítani. Tehát segítsenek aktualizálni ezt, milyen jó lenne az egyetemekből is alakulhatna egy csoport, aki ezt figyelembe véve alakítaná ki az oktatási programját, és együtt tudna dolgozni. Erre a kezdeményeket mi megtettük például.
a helyszínek felmérését. Mi ezt elkezdtük, ugye ezek alapján készült egy turisztikai terv, itt most alapvetően csak a római, de a nem római is tegyék bele. Megnézzük, hogy mi van a helyszín infrastruktúrálisan, hogy megközelíthető, ez pont a Verőcei erődről van szó, hogy ugyanilyen van nálam otthon is, ami ugye 2004-től műemlék, tehát ez közvagyonunk. Mi a megközelítési lehetőség, mi van közelben, ami még eladható. Tehát ezek alapján építünk fel egy turisztikai szervezetet, ott tartunk már, hogy a Magyar Limes Szövetség ugye megalkotta a turisztikai tervét, amit most fogunk benyújtani, és én, mert gyakorló gazdasági szereplő vagyok, én tudom azt, hogy ezt egyetlen egy politikus, aki döntéshozó, nem fogja elolvasni. Ez teljesen természetes. Ezért csináltunk egy olyan képi megjelenést, ami bemutatja azt, hogy mit szeretnénk. Ez már akkorát ütött, hogy ott szívesen megmutatom, bár kimegyek a képből. Ez a véleménye a turisztikai szaklapoknak. Elolvasva. Az ország legnagyobb turista attrakció lehet. Tehát mind a szakmában, mind pedig az ehhez kapcsolódó miniszteriális hozzáállásban már azt tudjuk mondani, hogy ezt sikerült elérnünk, sikerült bemutatnunk. Most már csak egy dolgunk van, hogy önöket bevonjuk. Sőt, már ott tartunk, hogy az Erőforrás Minisztérium kevés pénzt kaptunk, és most nem panaszkodni szeretnék, de arra megvan a forrásunk, hogy ezt kinyomtassuk angolul. Na most, hogyha ezt kinyomtassuk angolul, és megmutatom benne Esztergomot, mert természetesen Esztergom benne van, csak tudják, hogy a szolvaerődje hol van? Ki tudja, hogy hol van szolvaerődje? Igen, de hol helyileg? A bazilika alatt. Tehát ha bemutatjuk, világörökségi helyszín lesz. Tehát hogy tudjuk bemutatni? Hát, hogy lebontjuk a bazilikát. Ez egy nem normális gondolat, ugye? Mi se szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy ott a bazilikát mutassuk be, és minden mást, ami van Esztergomba, de hát ott van 7 kilométerre tőle Tokodon egy alatábor, ami 1000 katonát fogadott be. Egyetlen olyan magyar római örökségi helyszín, amit körbe tudnak járni, ott vannak a falak, meg lehet tekinteni, most oda tudnak menni. Itt kell római attrakciókat csinálni, és meg lehet Esztergomba szállni, és meg lehet hozzáadott értékként mindent nézni. Na most, mivel ezt meg tudjuk jelentetni angolul, és az angolban ez már egy turisztikai kiadvány, nem csaphatjuk be a turistát, tehát víziót nem jelenthetünk meg, ezért Esztergom és Tokod benne lesz, de kell egy szervezet, aki ezt eladja, a Turizmus ZRT az nem az, a saját elmondása alapján, ő is rajta van a támogatók között természetesen, ezért létre kell most Magyar Limes Szövetségnek, mert nincs más választása hozni egy dunamenti eladó centrális szervezetet, akinek kell csinálni egy honlapot, le kell szerződnie a Kári úrral is, hogy itt ebben a hotelben egy Franciaországból, Kanadából, bárhonnan jövő turista tudjon foglalni, ezért kaphasson mondjuk 5% jutalékot, és ebből promotálja tovább a Duna mentét. Ugye ezeket a kiállítást, ezt a Turizmus ZRT hangsúlyozóan le kell szerződni, viszik ki a nemzetközi kiállításokra, remélem mi is vele mehetünk, és szeretnénk eladásra kínálni a Duna mentét, mert így tudunk felkészülni a világörökségre. És ez a tevékenységünk. Ez a turisztikai honlapunk, nem akarom önöket untatni, ez a nálam lévő római előtt kiállítás. Itt ebben meg kell jelenteni, hogy hol van, mik elérhetők, milyen éttermi szolgáltatások vannak a környékén, és hát ugyanezt leírva, vagy bemutatva, hogy fél euróért kis Eiffel-tornyot lehet venni, és 500-ért még művészi munkát, miért ne lehetne egy webáruházat csinálni erre? Képzési anyagok. Ezt a Dunakanyar zsebkönyvet ismeri valaki? Az ifjú Gyuri, bocsánat, felkérésére ő készítette, ez azt hiszem egy 4 éve jelent meg, Esztergomba a Prímás pincében mutatták be, és amikor ezt bemutatták, én ott lehettem, akkor megkérdeztem a közönség előtt, hogy minek nyomtatták. Hú, óriási volt a felháborodás, mondtam, hogy nem megsérteni szeretnék valakit, ugye a magyar vásárlőről tudjuk, hogy nem túl potens. Viszont a külföldi meg ezt nem nagyon érti meg. Hát tud magyarul, ezeknek nem. Tehát először kellett volna németül, angolul, minden más idegen nyelven megjelentetni, mint magyarul. Persze a magyarul is nagyon fontos, de ez lett az első. És ezért ez a turisztikai zsebkönyv nem hozta be, vagy hozta hozzáfűzött reményeket, mert turista az nagyon jött miatta. Amikor a római Limes világörökség lesz, a tartalma nem fog változni, ebbe is van a római, csak egy római örökségelemet, egy világörökség örökségelemet kell oda tenni, mert ugye az a zászlóvivő. Helyszíneket, ez a 3D-s rajzok, ez maga karnuntum, de mi van akkor, hogyha olyan szállodát építünk, ahol be lehet költözni, ahol a piactéren lehet megvásárolni az éttermet, az ételt,
és észre 12-kor jönnek a barbárok, és segíteni kell megvédeni a települést. Tehát hogy lehet csatlakoztatni? Megint a bal két kép a nálam lévő kiállításhoz csatolódó saját programunk, ez 2010-es kép, a baloldali kettő. Képzeljék el, hogy két nap alatt nem volt sokan látogatunk, csak 10 000 fő. Tehát egy őrült, egy bolond százat csinált, volt egy 3-4 fős szervező csapatunk, és természetesen csináltunk repülős napokat, hiszen nem csak a római erőd vonzerő van, lovas napokat, hiszen Dunakeszi, ugye, ha más nem az Orbertózról hallottak, egy ilyen helyszín, és a vasárnapi volt az ókori súlypont. Itt nem látszik, de itt volt egy ilyen félkere, vagy volt, mint egy teátrum. 2000 ember nézte végig a katonáknak a harcát, és amikor megköszönték a tapsot a római katonák és a barbárok, akkor a fegyverézetükkel nekirohantak a nézőknek, természetesen nem mentek neki, de hát akkor a hölgyek elaláltak, hát attrakciót adtak. Folyami határszakasz. Tehát ez a brand fogja, lesz képes arra, hogy a magyar turizmusnak a dunamenti emlékeit brandként megjelenítse. Tehát ez azért fontos. És el tudja adni az esztergomi bazilikát és a mosoly, mondjuk a mohácsi busójárást. Ez egy megdöbbentő kép. Ki nem látta a csillagok háborúját? Van olyan, aki nem látta? Vagy nem hallott róla? Hát nincs jelentkező, akkor úgy veszem, hogy igen. Képzeljék el, hogy gumi Darth Vaderből, meg Chewbaccából 2010-ben 500 milliárd dollárért adtak el. Nekünk 124 ilyen brandünk lesz, kb. 3 év múlva. 127 nevezési helyszín van, 156 régészeti lelőhelyel, csak a Duna mentén. Plusz még nem római, több ezer vagy több tízezer. Ezekre mind lehet termékeket gyártani és eladni bort, és elképesztő mennyiségű terméket, hiszen ha elmegyünk turistaként egy másik országba, akkor oda helyezzük az életünket. Tehát életvitelszerűen el kell, hogy magunkat lássuk. Ott az Ízeumnak a rekonstrukciója. És hát hoztam a hungarikumokat, a mangalicától kezdve a téli szalámiig, a nagyon jó borainkat, stb. Stb. Gyorsan tovább megyünk. A Turizmus ZRT egyik vezetője megkért arra, hogy mindig mondjam el, hogy az, ahogy ezt felépíthetjük, az egy abszolút standard a világban, és oktatják, hogy lettek a kis tigresekből gazdasági nagyhatalom, úgy, hogy utat, hidat, közművet, tehát megalapozták a gazdasági lehetőségüket. Tehát nekünk is egy olyan úton kell végigmennünk, ami, és nagyon nagy előnyünk van, ami már megvan a világban, és csak azt kell lemásolnunk. És ugye egyet nem szabad elfelejtenünk, és ebben szoktam zárni az eladásomat, hogy ne felejtjük el, hogy ki kell szolgálnunk a vásárlót, a turistát ebbe a kontextusba, mert ha mi nem tesszük, megteszi más. És most is megteszi más a Dunán, a charterhajókon, és ezért ő keres pénzt, és ő él jobban, és ő tudja emiatt az adóforintjából a kultúrát, az oktatást finanszírozni, és hát innen alapul minden, úgy gondolom. És nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, ha lesz majd kérdés, akkor az eladás után szívesen, és akkor átadom a szót, vagy újra visszaadom a szót. Köszönöm.